Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Szeptember havába léptünk, sőt már jó a végén járunk. Ez azt is jelenti, hogy túl vagyunk a tanévkezdés mindenféle terhén, nehézségén és bizonyára örömén is. Hiszen vannak elsősök, akik megkezdik tanulmányaikat, megkezdik az általános iskolát, új közösségbe kerülnek be, új dolgokat tanulnak, és bizonyára, hogy ez őket örömmel, izgalommal tölti el. De nem csak az általános iskolákban, hanem a középiskolákban, vagy a felsőoktatásban is megkezdődik egy új tanév. Ugyanúgy vannak elsős tanulók, akik szintén izgalommal kezdik az új tanévet, hiszen új dolgokat tanulnak ők is, felkészülnek az életre, hivatásukra, mert a cél nem más, mint tanulni, képezni magukat, mint kisiskolásnak, mint felsőbb tagozatosoknak, hiszen ez fontos ahhoz, hogy hivatást tudjanak választani, hogy megfelelően tudják az életüket ebben a hivatásban eltölteni. De vajon elége a puszta tudás, elége az ismeretek megszerzése az élethez, vagy pedig kell valami több a boldoguláshoz? Prágában van a Strahov könyvtár, ez Európa legrégebbi könyvtára, több mint 800 éves. Ezt II. Ulászló fejedelem alapította 1141-ben a premontrei szerzetesrend számára. Spolcain mintegy 300 ezer könyv és kézirat van, és a kovácsolt vas kapu feliratán ez olvasható: Initium sapientiae timor domini, vagyis nem más ez, mint idézet a 111. Zsoltár 10. verse, a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Evangélikus bibliaolvasó útmutatónkban ez a havi ige. Egy olyan régi ősi mondás, amit egy akkori egyetem feliratán találhatunk, amely igen modernnek számított az akkori időben. És mire figyelmeztet ez bennünket, mit tanulhatunk ebből? Arra, hogy bizony be lehet menni a könyvtárba, olvasni, kutatni, ismereteket szerezni. Be lehet ülni az iskolapadba, lehet tanulni, képezni magunkat, egyre több diplomát, egyre több szakmát szerezni. De mindez még nem elég. Valami többre van szükség. Mégpedig arra, hogy ezt a felhalmozott tudást helyesen alkalmazzuk. És itt a Zsoltáros arról beszél, hogy mindehhez bölcsesség kell. Bölcsesség, amelyet úgy használunk, hogy megfelelő célba helyezzük tudásunkat, és úgy használjuk saját életünkben, más emberek életében is. Az egyik hittankönyvben Salamonról van szó, az ószövetségi Salamon királyról, és egy olyan kérdéssorozat szerepel benne, hogy
Mit is jelent a bölcsesség? Mi jellemző arra az emberre, aki bölcs? Az egyik ilyen kérdés, hogy vajon a bölcs ember meg tudja szerelni az autót, vagy például meg tud oldani egy matek példát? És a gyerekek jól tudtak válaszolni a kérdésre, meg tudták határozni ilyen módon, hogy ki is az a bölcs ember, milyen a bölcs ember. Vagyis a bölcsességhez nem tartozik hozzá az, hogy bármilyen tevékenységben ügyes és meg tud oldani bármilyen feladatot. Attól, hogy valaki meg tudja szerelni az autót, attól még nem biztos, hogy bölcs is. Ha valaki meg tud oldani egy nehéz matek példát, még nem biztos, hogy a bölcsesség birtokában van. És fordítva is igaz, aki bölcs, nem biztos, hogy ért az autókhoz, vagy nem biztos, hogy egy nehezebb logikai feladatot meg tud oldani. Valami más mérték szerint kell értelmezni mindezt. Olyasmi, ami felülről jön, olyasmi, ami egy olyan ajándék, amit Isten ad az embernek. Éppen ezért mondja a Zsoltáros, hogy az Úr félelme már a bölcsesség kezdete. Az Istenben való hit, bizalom már kezdete annak, hogy ennek a bölcsességnek a birtokába jussunk. Vagyis kérhetjük tőle, felismerhetjük azt, hogy kérni kell, fontos ajándék, és egyedül ő adhatja meg. De miért is van szükségünk rá? Azért, mert lényeglátásra tanít. Megláttatja velünk a dolgok lényegét, világunk igazi lényegét. Segít helyesen dönteni jó és rossz között. Salamon királynak megadta Isten, hogy kérhet bármit tőle, ő pedig ezt megadja neki. Salamon pedig nem gazdagságot kért, nem hosszú egészséges életet kért, nem sikereket, hanem értelmes szívet, amely tud dönteni jó és rossz között, amely el tudja dönteni azt, hogy melyik a helyes út. Mindezt pedig azért kéri, hogy az a feladat, amelyet Isten bízott rá, az ország kormányzása, az Isten tetszésére működjön, Isten tetszésére végezze, hogy ezt a komoly és felelősség teljes feladatot be tudja tölteni. Kérdés az, hogy ha nekünk is megadná ezt Isten, hogy kérjünk bármit, amit csak akarunk, ő mindezt megteszi nekünk, akkor vajon mit kérnénk tőle? És talán a legtöbben nem a bölcsességet kérnénk tőle. Nem azt kérnénk tőle, amit Salamon kért. Pedig mennyire hasznos és fontos ajándék ez. Helyesen indulni életünk útján, helyesen dönteni, megkímélni magunkat a rossz döntésektől a magunk és mások életében. Jól dönteni hivatásválasztásban, párválasztásban, gyermeknevelési kérdésekben, helyesen cselekedni a magunk és mások érdekében. Legyünk akár szülők, pedagógusok, vagy legyünk bármilyen élethelyzetben, bármilyen foglalkozásban, bizony szükségünk van arra, hogy helyesen döntsünk, helyesen járjunk, cselekedjünk ott, ahol vagyunk.
És ez nem megy másképp, mint Isten félelmében, az Istenben való bizalomban, mert ő az, akitől kérnünk kell, ő az, aki szívesen, örömmel ad szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Hiszen a lélek a bölcsesség lelke, az a lélek, amely Jézus Krisztusban teljessé lett, hiszen ő Isten bölcsességével járja végig a keresztutat, áldozza fel önmagát miértünk. Ez a helyes döntés az Isten szemében, hiszen nem a maga érdekét nézi, hanem egyedül a mi érdekünket, hogy eljussunk az örök életben, és itt ebben az életben segítségül hívhassuk őt, segítségünk, tanácsadónk legyen. Erre van szükségünk most is, a tanév kezdetén, hogy így ezzel a bölcsességgel, amit Isten kész adni nekünk, járjuk utunkat. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.